előző részben a szellemi harcról, a szellemi tusáról beszéltünk, és a Jelenések könyvének a 12. fejezetében három részt mond, három feltételt mond, ami által ez a győzelem a miénk lehet. Az első a Jézus vére által, a második a bizonyságtevés beszéde által, és a harmadik pedig az odaszánt élet, hogy nem kimélték az életüket mind halálig, és azt mondja, és ők legyőzték a vádlót, a kárhoztatót ezek által. Ahogy beszéltük is, mondtuk is, Jézus vére, ami megváltásunknak a vére, ami bevitt minket az Isten fiúságba, ami kivásárolt minket az őseinktől örökölt hiába való életből, az ördög hatalma alól, és áthelyezett bennünket Isten országába, az Isten fiúságba. Ehhez ragaszkodott a názáreti Jézus, és igazából ennek az identitásnak a megőrzése a kulcsa annak, hogy részesüljünk abban a győzelemben, amit Jézus a kereszten megszerzett, ő is, ahogy beszéltünk róla, az identitásához, az Istennel való szövetséges fiúi kapcsolatához ragaszkodva győzte le a világot, ahogy olvastuk, hogy ki az, aki legyőzte a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Istennek a fia, és mindaz, aki hisz az Isten fiában, legyőzte a világot, és az a győzelem a mi hitünk. Az Efézusi levél 6. fejezetében az identitásnak a fegyvereit, győztes fegyvereit sorolja föl Pál apostol, így szól: végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek fel Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben. És itt elmondja, hogy nem test és vérelem van tusakodásunk, hanem fejedelemségek, hatalmasságok, ez élet sötétségének a világbírói, tehát nem emberek, hanem az ördög erőivel van a tusakodásunk. És a győzelemhez mondja a 13. versben: vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellen tudjatok állni a gonosz napon, és mindeneket elvégezve megállhassatok. És sorolja a fegyvereket. Álljatok hát elő, körülövezve a derekatokat az igaz lelkűséggel. Az igaz lelkűség az igazsághoz való ragaszkodásnak a fegyvere. A derekamat körülövezem az igaz lelkűséggel, én nem fogok gerinctelen emberként elhajolni az Isten igazságától, ragaszkodni fogok az Isten igazságához, azt képviselem, ez a szellem, ami bennem van, az igazságot képvisel. Öltözzétek fel az igazságnak a mellvasát. Az igazság mellvasa az a megigazultságunknak, a cadikságunknak a tudata, hite. Azt mondja az Isten igéje, hogy megigazultam hitáltal, és békességem van az Atyával, Jézus Krisztusba vetett hitem által. Istennek a cadikja vagyok. Nem a saját cselekedeteim, hanem Jézus Krisztusba vetett hitem által. És a Róma 8.1-ben azt olvassuk: nincsen semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Az ellenség ebből akar kimozdítani, mégpedig a vádlás és a kárhoztatás, a szája nagy. Jézus lefegyverezte. Lefegyverezte és diadalt vett felette. Amikor feltámadott az Úr, akkor lefegyverezte az ellenséget. Az ellenség fegyvere az, hogy ki akar zökkenteni, ki akar mozdítani az erősségedből abból, hogy te Isten fia vagy. Felsorúzván lábaitokat a békesség evangéliumának a készségével. Ez az ige rokon a Jelenések 12-be olvasott, az ő bizonyságtevésük beszéde által győzték le a bárány vére mellett az ellenséget. Amikor mi benne maradunk abban a küldetésben, hogy nem csak védekezünk, hogy jaj, csak megússzuk, hanem megyünk és tesszük az Istennek a megbékéltető szolgálatát, és hirdetjük az embereknek, hogy Isten szereti az embert. Isten odaadta a fiát, Isten megbocsájtani akar, meg akar gyógyítani, meg akar szabadítani, be akar fogadni a családjába, az üdvösségbe, az örök életbe, akkor ez a győzelem benne tart minket a küldetésben, és benne tart minket a fiúságban, amikor bizonyságot teszünk Jézus Krisztusról. Mindezekhez vegyétek fel a hitnek a pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. A hazugság ellen a legjobb fegyver, az egyetlen igazi fegyver, az igazságnak a megvallása, a kimondása, a hitünknek a megvallása. Amikor az ellenség megtámad téged, hogy csak ugyan Isten fia vagy, valld meg a hitedet.
hogy hatalmat kaptam Jézus Krisztus nevébe vetett hitem miatt, hogy Isten fiává legyek. Újjászülettem, és Isten fia vagyok, és felöltöztem a vízkeresztjében Krisztust. És a hiteddel, a hitednek a pajzsával, az Isten igéjének a megvallásával, kimondásával megoltod az ördögnek minden tüzes nyilát. Ezek a nyilak záporoznak. A mai időkben is. Záporoznak, hogy miért hirdetjük az Isten kegyelmének az esztendejét. Miért hirdetjük az embereknek, hogy Isten egy szerető édesapa, és nem megfelelést akar, hanem kapcsolatot. Miért merítjük be az embereket az újjászületésben, Krisztusban, és miért nem a megtérésnek a kerességét hirdetjük? Azért, mert Jézus ezt tette. De amikor rázáporoznak az emberre, ezek a gyalázások, szidalmazások, vagy a családban, vagy a kapcsolatokban, vagy bárhol, akkor az embernek a lelke egy töpörödik össze, és megy össze, és úgy érzi, mintha tüzes nyilakkal lőnék. És ez ellen Isten igéje azt mondja, öltözz fel a fiúságot. És vedd fel a hitnek a pajzsát, és mondd ki az igazságot, amiben hiszel, hogy egyetlen egy ellenem készített fegyver sem lesz jó szerencsés. És mindazokat a nyelveket, amik perbe szállnak velem, károsztatom, mert ez Isten fiainak, Isten szolgáinak az öröksége. A következő fegyver az üdvösség sisakját is felvegyétek. Az üdvösség sisakja annak a bizonyossága, hogy Jézus Krisztusban örök életem van. Aki hisz a fiúban, örök élete van, és nem megy károsztató ítéletre. És feltámadtam ő vele együtt, és ebben az üdvösségben, hogy a nevem fel van írva az élet könyvében, hogy sem élet, sem halál, sem fejedelemség, sem hatalmasság, sem féle teremtmény nem szakaszhat el engem az Istennek a szerelmétől. Ez az üdvösségnek a tudata, ami megőrizte Jézust, ami megőriz téged, és megőrizött minden hívőt, hogy Isten fiai vagyunk, és az ő kezéből senki ki nem ragadhat bennünket. És azt mondja, végezetül vegyétek fel a szellemnek a kardját, amely az Istennek a beszéde. A szellemnek a kardja az a megvallásunk, az Isten igéjének a használata. Mi azok vagyunk, aminek Isten igéje mond bennünket, és amikor ezt mi bátran képviseljük. És kitartunk emellett, akár az életünk árán is, nem kimélve az életünket, mint halálig, ahogy ezt Jézus tette, ahogy Pál tette, ahogy a hitnek a hősei tették, akkor Isten megígérte, hogy ez a hit, ez legyőzte a világot. És ezek az Istennek a fegyverei, amelyek dicsőséges győzelmet szereznek Istennek az Atyának, Jézus Krisztusnak és nekünk.